A magát eddig a legerősebb ellenzéki pártnak tartó MSZP a szavazatok kevesebb mint 11%-át kapta, két képviselőt küldhetnek Brüsszelbe. Gyurcsány Ferenc pártja ugyanannyit, két EP képviselői helyet szerzett. A DK 25 ezer szavazattal kapott csak kevesebbet országosan, mint az MSZP. Budapesten viszont megelőzték a szocialistákat 10 ezer szavazattal. Az Együtt PM-nek egy brüsszeli hely jutott. Bajnai Gordonék szoros versenyben a harmadikok lettek a baloldali pártok közül. Az este vendége Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke és újdonsült európai parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt az eredményeket taglalnánk, kérem erősítse meg azt a hírt, vagy cáfolja, hogy igaz-e, hogy lemondott a DK másik alelnöke, Bauer Tamás? Ma egy elnökségi ülésen Tamás személyes és politikai okokra hivatkozva azt mondta nekünk az elnökségi ülésen, hogy lehet, hogy a jövőben az alelnöki tisztséget nem szeretné ellátni a DK-ban. Meggyőztük arról, hogy ezt fontolja meg, ezért azt úgy beszéltük meg közösen, hogy jövő hétfőn fogunk erről közösen dönteni, tehát nem tudok önnek újdonságot mondani. De megsértődött, hogy az ön helyére nem őt jelölték, hanem Varjú Lászlót? Szó nem volt ilyenről, de tudja, a DK egy nagyon-nagyon összetartó párt. Nekünk nincsenek személyi belső konfliktusaink. Két és fél éves párt vagyunk, egyetlen egy ilyen helyzetet sem tud ön se és a tévénézők sem mondani. Nagyon vigyázunk egymásra. Ezért aztán természetellenes lenne, hogyha az ő döntéséről vagy javaslatáról valaki más beszélne, neki kell lesz megindokolnia, hogyha szeretné. Én ezt nem tehetem meg. Tehát olyat sem mondott akkor, hogy ennek az lett volna az oka a személyes problémán túl, hogy szerint a DK politikája túlságosan is balra tolódott? Bauer Tamás kell erről megkérdezni. Hogyha én beszélnék erről, az egy durva sértés lenne, miközben én őt a magyar politika egyik legfantasztikusabb alakjának tartom. Ott volt és hallotta ezeket a mondatokat. Mert nézze, hogyha a politikusok egymással normális viszonyban vannak, egymásra vigyáznak, és a DK egy ilyen párt, akkor nem teszik ki egymást ilyen helyzetnek. Mi a DK-ban végtelenül tisztességesek vagyunk az egymás közötti viszonyokban, mert nem akarjuk azt, hogy bármilyen rossz ízű ilyen ügyek legyenek. Én abban bízom, hogy Tamás jövő hétfőig megfontolja magát, és ez a döntését, és ez a kérdés lekerül a napirendről. Na akkor az eredményről, ugye több baloldali párt, azt hiszem önök is azt mondták, hogy ez egyben egy népszavazás lesz, ez az európai parlamenti választás. Ennek fényében kérdezem, hogy a 29% 10%-a miért olyan hatalmas siker? Nézze, a választási jó szereplést, ugye azt mondják az álmos könyvek, azt nem nagyon kell indokolni. A DK egy olyan párt, ami 2,5 éve alakult, és ez a leges-legelső megmérettetése. Soha korábban önállóan nagyországos választással a Demokratikus Koalíció... Április 6-án is megmérettethették volna magukat, de önök ragaszkodtak. Így igaz, akkor de önállóan. Azért mondom, jó döntés volt szerintem akkor, de most önállóan most indultunk először, ez az egyik oka annak, hogy nekünk ez kivételes siker. A másik pedig az, hogy mind az elemzők, mind a közvéleménykutatók ugyanilyen magas részvételi arány előrejelzése mellett ennek a választási eredménynek a töredékét jelezték előre. 40-et mondtak részvételi aránynak körülbelül. A választások előtt megjelent két kutatás már 30 és 33% részvételi arányt mondott, és ugye 29 lett a végeredmény, elég jól eltalálták ezt a közvéleménykutatók. A DK támogatottságát nem találták el, ezzel a 10%-os támogatottsággal, amit elért a DK, ön is mondta a bevezetőben, a felkonferálásban, hogy például Budapesten, vagy vidéki nagyvárosok egész sorában a DK az első helyre került a demokratikus ellenzéki pártok Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy továbbra is azon fognak dolgozni, hogy kisebbségbe kerüljenek Orbánék. Mégis ezt hogy akarják elérni? Ugye az, amit eddig láttunk, hogy sem összefogva, sem egyedül nem tudtak nagyobbak lenni egy kisegérnél az elefánttal szemben? A következő megmérettetés ősszel lesz majd az önkormányzati választás. Az nagyban különbözik minden más választásról, hiszen nem országos választásról van szó, teljesen más eredmény lesz mondjuk Debrecenben vagy Budapest 19. kerületében. Ezért újra kell nézni ezeket a dolgokat. Mi a DK-ban az együttműködés pártján vagyunk. Nagyon sokan azzal vádoltak minket az elmúlt fél évben a magyar parlamenti választás előtt, hogy azért akarjuk annyira az összefogást, mert külön nem jutnánk be a parlamentbe. Tegnap egy csattanós válasz született erre a 10%-unkkal, de mi továbbra is akarjuk az együttműködést, mert csak kivel így lehet. Kivel, bocsásson meg, ugye tudjuk, hogy a szocialista párt elnöksége felajánlotta a lemondását. Kérdés, hogy ennek mi lesz a következménye, de továbbra is az MSZP-vel akarják elsősorban elképzelni ezt az együttműködést? Hát eddig sem az MSZP volt elsősorban, öt párti megállapodást csináltunk. Szerintünk akkor jó ez a dolog az önkormányzati választásokon, hogyha az egyes városokban, településeken különböző típusú összefogások jöhetnek létre. Én azt szeretném, hogyha öt pártnál több demokrácia
demokratikus ellenzéki párt venne részt, és nagyon-nagyon sok de civil szervezet, egyesület venne részt. Az Együtt PM az egyértelműen azt mondta, az Együtt PM, hogy nem akar részt venni, ő önállóan indít főpolgármester jelöltet is, tehát egyedül akar. Ott vannak a szocialisták, civilek, és a legfontosabb kérdés, hogy ki vezesse ezt az összefogást. Az Együtt PM ilyet nem mondott. Éppen most jövök egy másik televíziós műsorban, ahol Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke azt mondta, hogy ők nagyon-nagyon sok helyen szeretnének együttműködést. Valahol lesz együttműködés, valahol nem. És nagyon egyszerű arra a kérdésre a válasz, hogy ki vezesse ezt. Más fogja vezetni Debrecenben, más fogja vezetni Győrben, más fogja vezetni Budapest 12. kerületében, és még folytathatnám, 3200 önkormányzatban lesz választás. Teljesen más konstrukció jöhet létre az ország egyik vagy másik csücskében. De azért így most más a leányzó fekvése, hogy 10%-ot értek el, nyilván egy egészen másfajta tárgyalási alapot jelent, akár a szocialistákkal. Ugye a sajtóhírek szerint például az MSZP-nek a fővárosra, kerületekre lebontva van egy kész forgatókönyve, hogy melyek azok a helyek, amelyeket átad akár a DK-nak, akár az Együtt PM-nek, és összesen 4 vagy 5 befutó hely van az önök számára. Sosem szerettem azt a kifejezést, és nem is használjuk, hogy átad, hiszen senkinek nincsen körzete. Van, ahol közösen indulunk, senki nem adja azt a másiknak. Van, ahol közösen indulunk, valahogy majd külön fogunk indulni. Nem kezdtünk el tárgyalni ebben a dologban. Ugye tudjuk, hogy a szocialista pártnak lesz szombaton egy választmányi ülése. Mi a DK-ban abban vagyunk érdekeltek, hogy az MSZP rendezze a sorait. Egy erős MSZP az jó Magyarországnak. Mi nem vagyunk ebben féltékenyek, de a saját választási eredményünk kapcsán, amit az előbb felvetett, hadd mondjak még egy mondatot. Igen, az, hogy a DK 10%-ot ért el, az azt jelenti, hogy egy fontos, befolyásos párt lettünk a demokratikus oldalon, de van még egy következmény a jó választási eredménynek, a kötelező szerénység. Mi velünk nem fog elszaladni a ló, mi szerények leszünk. Gyurcsány Ferenc az azt jelenti, nem jelentkezik be a baloldali vezér szerepére? Nézze, az, hogy ki a baloldali vezér, azt a választó fogják eldönteni. Bejelentkezhet bárki, az nem jelent semmit. Főpolgármester jelölt önálló lesz-e? Mi közöset szeretnénk? Kit tudnának támogatni? Talán emlékszik ön, vagy a tévénézők is, 2009-ben volt egy nagyon rossz ízű miniszterelnök jelölt keresés. A miniszterelnök jelölti castingként vonult be a magyar politikai folklórba. Az arról szólt, hogy Vágóhídra küldjük az idő előtt megnevezett jelölteket. Ezt most nem fogjuk elkövetni, ezt a hibát még egyszer. 13. kerületi polgármester Tóth Józsefet alkalomattal, hogy adott esetben tudnánk támogatni? Olyan 10-15 ember teljesen bizonyosan tudok mondani, aki képes lenne győzni is Budapesten, és jól vezetni a várost. Na jó, kérdezném még sokat, de nincs időm. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.